az egy jó szervezet, ahol a hibákat az alkalmazottak felmerik vállalni. Igazából ez a három komponense van a hibáknak. Felelősségvállalás, hogyan lehet jóvá tenni, és levonni belőle a tanulságot, hogy ne forduljon újra elő. Az egy jó szervezet, ahol a hibákat az alkalmazottak felmerik vállalni. Uh-huh. Tehát, hogy nem az van, hogy megbújok az asztal mögött, és próbálok minden felelősséget hárítani. Ha esetleg valami hibát elkerülök, akkor hát, hogyha nem vesz észre senki, hanem hibáztam, itt vagyok, ezt a hibát követtem el, segítsetek kérlek, mert nem vagyok megfelelőképpen felkészítve, túl vagyok terhelve, családi problémáim vannak otthon, és nem tudok megfelelőképpen fókuszálni. Ezek mind olyan dolgok, amiket egy jó szervezetben fel kell vállaljon az alkalmazott, és tudja magáról azt, hogy ő ezért nem lesz megróva, megszázalékolva, megfenyegetve, hogy ki lesz rúgva, ha még egyszer előfordul. Tehát, hogy a vezetője empatikus vele szembes, együtt érez vele, hogy nem szándékosan követte el ezt a hibát. És megoldás orientáltan áll hozzá. És a hibákból lehet a legtöbbet tanulni. Igen, de mindig akkor így ezzel úgy vagy, hogy mindent elnézel. Igen, azt hiszem, hogy ez az, amitől tart a legtöbb ember, ezért van úgy vele, hogy a hibákért büntetni kell az embert. De ellentétes eredményt érsz el azzal, ha bünteted az embert. Utána már nem meri többet felvállalni, utána már megpróbálja eltussolni, ha hibázik. Utána ezt kihasználják a különböző alkalmazottak, hogyha valaki hibázik, akkor ebből elő tudok kovácsolni magam számára. Tehát egyáltalán nem építő az, hogyha így állunk hozzá a hibákhoz. Viszont így állunk hozzá a hibákhoz, hogy vállalt fel, akkor abból mindig lehet épülni. És nem csak az az alkalmazott épül, hanem az egész szervezet épül. Hát én magamból indulok ki, hogyha én egy alkalmazott lennék, és én felvállalhatnám azt, hogy hibáztam, anélkül tartanék a negatív következményektől, akkor ez egy erőt ad nekem, hogy merjek vállalni dolgokat, mert nem félek a hibáktól. Mert tudom, hogy ha hibázok, akkor azért nem leszek megrúlva. Uh-huh. Így lehet elérni az embereknél azt, hogy akarjanak többet nyújtani, mint amennyi a minimum. És egyre több felelősséget tudsz így ráruházni az emberekre. Megszabad a korlátokat, tehát megvan akár pénzben is határozva, hogy mi az, ameddig te döntéseket hozhatsz, mi az az érték, ameddig te döntéseket hozhatsz. És ha te vezetőként kiszabod ezt az embereidnek, kiadod a kezedből ezt, hogy vannak értékhatárok, ameddig dönthetnek, akkor értéket adsz az alkalmazottadnak, mert érzi azt, hogy megbíznak bennem. A fejlődés útja az ez.